Ez a kedvesség, ez a segítőkészség természetesen megmaradt, és akkor most jön az a rész, amikor megmutatjuk a családot. A legfontosabb, hogy Zsolt végre kiengedte Naomit. Mit kell tudni Naomiról, Lilla? Hát ő egy csodálatos cica, és a Cat Café Budapestnek a lakója, egyik főszereplője, édes kedvesemnek a úgymond gazdája, főgazdája ő, meg a gazdasszonya, és hát egy 12 cica él együtt ebbe a különleges kávéházban, képzeljétek el, és el kell jönni. És hát most nagyon aranyos, és ők Maine Coon, egy nagyon szép Maine Coon cica, de hát erről azt hiszem Zsolt még többet tud mesélni. Bevette magát az ő fekete bundájával a fekete polcra. Igen. És na jó, kitérünk majd még őre, és a kis társaira is. Aki legjobban emlékszik. Foglalkozunk a család embertagjaival. Itt a gyerekkorra, és talán a legjobb pletykákat tudja mondani, az László. Milyen gyermek volt, milyen csemete volt, Lilla? Milyen csemete volt? Uh-huh. Hát nagyon helyes csemete volt. Helyes, aranyos, ez megmaradt. Igen. Nagyon sokáig nem nőtt ki szegénykémnek a haja. Nagyon emlékszem. Igen. És ebből egy családi dráma keletkezett. Mindaddig, amíg a természet rendje szerint ugye megjelentek a kincsecskék. Úgyhogy sok ilyen kis... Most nincs volt a haj helyett. Kötelező volt, kiköveteltem, hogy akkor a, tudjátok, két hajszálban egy gyönyörű masni volt, és az ragyogott. Aztán megiperettem, ugye? Meg, és... Ilyen testvér mellett, akinek ennyi különösen erős lehetett ez a nyomás. És láthatóvá vált az, hogy Lilla nagyon sok mindenben gazdag, az akaraterőben és a kitartásban és az akaratosságban egyaránt. Úgyhogy... Mi egy olyan testvérpár voltunk, akik sokat küzdöttek egymással. És honnan jött a zene? A zene? Hát én nagyon szerettem volna zenész lenni. Idáig csak szerettem. Jó, neked haja, hogy neked haj jutott neki. Viszont neki az általános iskolától kezdve ez az egyik legnagyszerűbb ambíciója volt, hogy én ember visszaemlékszem. Autodidaktaként, és utána pedig, ahogy kell, iskolákban. Mert kitartó és szorgalmas. Ez az akaratosság, Zsolt, ez megmaradt? Szabad válaszolni. Szerintem igen, de ez egy abszolút pozitív dolog. Én nem azt mondom, hogy akaratosság, hanem egy életre valóság inkább. Azt hiszem, ez a jobb megfogalmazás. De ez igaz egyébként. Az, hogy az élet azért, az életiskolája azért tanított bennünket, azért azt hozzáteszem, hogy mi a testvéremmel nagyon összenőttünk, azért ő engem nevelt, volt az életünknek egy olyan szakasza, amikor akkor nekünk nagyon össze kellett tartanom, és nekem azért nagy volt a mérce, és a Laci nekem egy kicsit ilyen szinten több volt, mint egy testvér, és szigorú volt, szigorú volt, ez fantasztikus, olyan aranyos volt, hogy ő is föl akart hirtelen nőni, és fantasztikusan kézbe tartott. Egyébként ez egy nagyon-nagyon fontos adottság, hogy az embernek van egy ilyen testvére, ilyen bátyja. Tehát én azt gondolom, hogy ezért a sorsnak most is hadd köszönjem meg. És azt a tehetséget, amit ő is örökölt a szüleinktől, mi azt hiszem örököltük, mert azért így nőttünk fel, hogy jött a citerával apukánk haza, meg a hangszerekkel, meg a Sanyó Magnóval, ugye? Igen, igen. Az édesapám úgy szeretett volna megtanítani hegedülni, hogy ajándékozott egy hegedűt. De hát az ötletet, hogy ezt hogyan kell elsajátítani, azt nekem kellett volna kitalálni. És ez megismétlődött a citerával és a tangó harmadikával. Zóra, neked nem cipel haza apai? Ilyen hangszereket? Nem. De egy zongorát hazahozott. Na, hát a zsebében. Te milyen szinten tartasz a zenében, kedves Zárcska? Hát ez a harmadik év. Amikor? Amikor zongorázok. Igen. Igen, és hát... Azért ez nem kis dolog, ugye? Erőltetni kellett Zórát, vagy jött ez magától? Nem, hát hogy együtt választottuk ki, hogy milyen hangszerrel érdemes kezdeni. Ugye a zongora az egy jó alap. És de nem kell erőltetni. Nagynéni tanácsait megfogadod? Á, de hogy soha? De. És lehet neki, kell neki. Persze, elkezdtünk ám évekkel ezelőtt, hiszen az Zorának a babakorától kísérem az életét, azt gondolom, ez egy fantasztikus élmény, de mivel azt gondolom, az is hiba lenne, hogy azért, mert muzsikusok vagyunk, vagy én muzsikus vagyok, kényszerítenénk, tehát megvan az a szabadság, hogy zenélgettünk, próbáltam mindenbe bevonni a barátnőkkel együtt. Ők is tudják, hogy amikor lehetett, akkor voltak ilyen szabad foglalkozások nála, mióta főleg tanítok.
de ő választotta a zongorát, és hát majd kiderül még, hogy mit, mert a zene közelében van ő, és egy nagyon kreatív kislány az Zora, ő csak azon belül, mert azt a szabadságot meg kell minden gyermeknek hagyni, hogy nem szabad arra kényszeríteni, amivel azt gondolom, hogy most az ének felé, hanem a muzsika felé szabadon. Milyen sógornő Lilla? Bele csöppenve felnőttként már ugye ebbe az egységbe, amiről ők, mint testvérek már tanúbizonyságot tettek. Egy nagyon szerető és együttműködő, tehát én is hálás vagyok, hogy ilyen sógornőm lett. Én is. Mert azt kell mondanom, vagány, sok odafigyelő, tehát figyelmes, együttműködő, sok szeretetet kapunk és adunk egymásnak, úgyhogy nem szeretjük egymást. Én majdnem azt mondom, de Helga, de beszéltük is, hogy nekem olyan a Helga, mint majdnem a testvérem lenne, a húgom. Tehát tényleg ez megható, hogy én nagyon örülök, hogy a család így nekem egy megnyugvás, egy boldogság, hogy így együtt olyan jó. És Zsolt van alkalom erre, hogy a család így összegyűjjön a nem sokára visszakerülő Cicával egyetemben, Naomi, gyere vissza. Igyekszünk, de hát a mai világ egy kicsit azért rohanó. Inkább azért Lillával próbálunk minél több alkalmat keríteni erre természetesen. Gyakran visszamegy a Balatonhoz? Balatoni leányzó. Igen, hát nekünk ez egy nagyon közös, mindnyájunknak, akik itt ülünk, balatoniak vagyunk, siófokiak, és a Zsolt ugye Földváron sportol gyerekkora óta, 12 éves kora óta. Vitorlázom. Vitorlázik. Igen. Pontosítson. Pontosan, igen. És pontosan hogy is? Hát Balatonföldváron, az még akkor a mélyépítő váltok sportegyesülete volt. Most már Földvárjak klubba neve, de hát ez nem csak egy egyszerű névváltás. Azt gondolom, hogy az egy nagyon testhez álló mindkettőnknek egy olyan sport, amit nagyon szeretünk csinálni. Nagyon örülök, hogy újra mancsaft lehetek, és trapézolok a 470-esen. A vízen, de azért ezt a levegőben is bírod. Az is jó volt egy ilyen korszak. Így van, a repülés magán. Első magyar légitársaságnak a háziasszony voltam, a Jetstream akkor első Magyarországon, és az tényleg nagyon különleges volt a repülés korszak, de hát a Balaton, meg a Sió csatorna, amikor a Laci bátyámmal, emlékszel, hogy mennyit huncutkodtunk a Sión. Csak szépen itt van Zora is, tehát huncutkodtunk, már megyünk együttben. Igen, azért ez. Lesz itt még Balaton a mai nap folyamán, de igen, engem nem. Nagyon aggaszt ez a macska kérdés, amíg én megkeresem Naomit, addig nézzük meg ezt tucatnyi macskát nálatok. Igen, jó, pontosan. Tessék, elkezdeni számolni. Naomi.